Szevasztok, szép jó napot, mindenkit nagy szeretettel üdvözlünk. A mai nap egy picit visszarepülünk az időbe, ez pontosan azt jelenti, körülbelül a 80-as évek. Ugye én ezt a meleg szendvicset, krémet rengeteg szerettem, ettük, mentünk a diszkóba, bandáztunk, jöttünk, mentünk. Na, a lényeg, amit meg szeretnék nektek mutatni, és ugye látjátok magába itt az alapanyagokról, mielőtt elkezdenék beszélni, lecsó, kolbász. Hát nagyon-nagyon sok büfé alkalmazta ezt, hiszen ez volt az alapvető és olyan olcsó húskészítmény, amiből ezt el lehetett készíteni, és egyébként, ha jól el volt készítve, hangsúlyozom, mert volt, amikor ugye hiba is volt ebbe a technológiába, akkor nagyon finom meleg szendvicseket lehetett enni, ezt higgyétek el. Most ezt a receptet megmutatom nektek, döntsétek el. Én azt mondom, hogy bitang jó ízek, nagyon kellemes állag lesz. Megsütjük, de meglátjátok, és otthon ki lehet próbálni ezt a finomságot. És ezen felül is jövök majd még katonaságnál készült meleg szendvicssel. Az egy másik érdekesség. Mondom is, mi van a deszkám, kevés libazsírt láthattok. Na most a libazsírról annyit nyilván, régen a legolcsóbb tömzsírral dolgoztak, mi most ezt kiváltjuk libazsírra, így finomabb lesz. Lisztet láthattok, egy kevés mustárt, tejet, piros paprikát, sót, fekete őrölt borsot, szándékosan fekete őrölt borssal dolgozom, így akkor nem törték a borsot, meg nem volt ilyen nagyszemű, meg daráló, na mindegy. Tehát a retro őrölt fekete bors, amit láthattok, két darab vöröshagyma, és ugye a főszereplő maga a lecsó kolbász. Ide készítettem a dajálót, és azonnal elkezdjük ezt a kis finomságot elkészíteni. El is kezdhetjük a receptet nagyon gyorsan, és tényleg nagyon gyors leszek, látjátok majd, pillanatokon belül kész van a nagyon finom meleg szendvicskrém. Mielőtt elkezdenénk még pár szó, látjátok itt egy nagyon finom lukú tárcsa, itt egy nagyon nagy lukú tárcsa, és ha belenézünk a darálóba, ez pont a kettő közötti átmenet, én ezen szoktam átengedni, ha ilyet csinálok, ti el tudjátok dönteni. Én azt mondom, ez a pici nagyon kicsi, tehát nagyon krémes állagot fogtok kapni, ez meg nagyon durva, de mondom, kinek melyik a szimpatikus. Egyszer megfogom, bekapcsolom a darálót, és elindítjuk a jófajta kolbászoknak a ledarálását. Mielőtt teljesen kész lennénk a darálással, fél darab kolbászunk van benne. Ugye ebben a receptben nem lesz külön hagymavágás, a maradék értékes kis lecsó kolbászunkat, szó szerint mondom nektek értékes, ezekkel a cikkekre vágott hagymával fogom kitolni, lényegében ezt szerettem volna elmondani, tehát kolbász abszolút, de nem marad a gépbe. Nagyon patent, látjátok, teljes mértékben jönnek ki a kis kolbászok, és a jófajta hagyma is ezáltal maximálisan bele fog kerülni. Tovább is léphetünk, le van darálva a jóságos kis lecsó kolbászunk, és bele van darálva a hagyma. Egyébként, ha valaki szeretne, nyilván fokhagymát is tehet hozzá. Régen nem tettek bele fokhagymát, csak hagymát, az volt a legolcsóbb, de egyébként így is nagyon finom ízek lesznek. Na, egyszerűen megfogom, és a két evőkanál zsiradékba, mert annyit helyeztem bele, két evőkanál libazsír, nagyon szépen elkezdjük az egészet lepirítani. Ugye azért kell egy nagyon pici több zsír alá, majd meglátjátok, hogy a stalbolásnál nagyon kényelmesen föl tudjon azon a zsíron gőzölődni a liszt, és ugye ezáltal, mint ismeritek az eljárás, nem lesz abszolút, de csomós az egész. Közepes lángon megyünk, és körülbelül egy olyan 3-4 perce pirítjuk ezt a jóságos kis lecsókolbászt. Nézzétek meg, egy nagyon pici nemes pörzsanyag az alján, nem számít, ez is föl fog jönni, tudjátok, ismeritek. És látjátok ezt a nagyon kicsi kis zsír réteget, higgyétek el, erre is szükségünk van. Bele fogom tenni első ízbe ezt a kis kanálnyi mustárt, egyébként ízlés szerint ez növelhető egy nagyon picit. Jövünk egy nagyon pici piros paprikával, ez azt jelenti, nem visszük túlzásba,
csak egy nagyon pici szint és ízt adunk neki, ezt körülbelül nézzétek meg, egy ilyen pici kis kanálnyi. De ízlés szerint természetesen lehet itt bármilyen mennyiséggel dolgozni. Fekete bors, hozunk még egy kanalat. Fekete borsból egy ilyen csapottat nyomunk hozzá, nagyon szeretjük, nagyon kellemes, enyhén csípős lesz az íze. Sóval viszont nagyon óvatosan bánunk, hiszen maga a lecsó kolbász már enyhén sós, tehát egyetlen egy csipetet teszek hozzá, és körülbelül még egy 2-3 percig ezekkel a fűszerekkel és a mustárral össze fogom pirítani. Tökéletesek az ízek, megkóstoltuk egy nagyon pici kis kanállal, látjátok ezt a kis zsiradékot, ami most itt gyöngyözik föl, hát egyszerűen megfogom, és ráteszem, ismeritek az eljárást, a körülbelül egy a 4 kanál liszttel fogok dolgozni, és majd meglátjátok, elég sok meleg szendvics kijön belőle. Rátettünk 4 evőkanálnyi lisztet, és egyszerűen így ebbe a pozícióba, ugye kislángon dolgozunk, ezt hangsúlyozom, esetleg még annyit lehet, hogy így a tetején el lehet húzogatni, hogy gőzölődjön át ezzel a zsiradékkal a liszt, és így étek el, meglátjátok, egy a jó fél perc múlva össze fogom keverni, és nem lesz benne csomó. Elkezdjük fölönteni tejjel, és szépen elkezdjük kiforralni az egészet, és majd esetleg, és úgyis kiírom az arányokat, meglátjátok, nagyon szépen be fog sűrűsödni, teljesen csomómentes a dolog, és egy fantasztikus meleg szendvics a végeredmény, de pár perc múlva ezt is megmutatjuk nektek. El is készültünk a jóságos kis kolbászos meleg szendvics krémünkkel. Nézzétek meg, 3-as fokozaton vagyunk, egyébként 5 perc telt el, ebbe a pillanatban le is kapcsoltam. Itt lényegében hőkezelt termékről beszélünk ugye a kolbász tekintetében, nem kell sokáig főzni, hagyma is szétfő, tökéletes minden, nagyon kellemes ízek vannak. Nézzétek meg az állagot, egy nagyon-nagyon csidi-csudi, kenhető, ugye ez ki fog még egy kicsit hűlni, akkor egy nagyon picit be fog húzni, de azt is megmutatom nektek. Nézzétek meg az alját az edénynek, nincs odaégve, ugye ahogy fölöntöttük tejjel, gyönyörű szépen ez a nemes pörzsanyag is fölveszi a krémnek az állagát, pontosabban beleépül a krémbe. Tehát ilyen kis pörzsanyagot nyugodtan létre lehet hozni, ez nem égés, nem leégés. Ugye, mert volt egy-két tag, amikor meglátja mondjuk a pörköltnek az alján ezt a kis nemes pörzsanyagot, hopp, az le van égve. Nem, 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 az nincs leégve, az oda van pörkölődve, de ahogy folyadékkal találkozik, az szépen visszafor, és egy nem is hűl ebben a gyönyörű krémmel. Azonnal itt vagyunk, pontosabban kiteszem hűlni egy edénybe, hiszen nagyon fontos, hogy egy nagyon kicsit hűtsétek meg, főleg én úgy szoktam készíteni meleg szendvics krémet, mindig elkészítem, és általában másnap szoktam felhasználni, az a legjobb felhasználási formája, nagyon szépen kihűl, tudjátok kenni, rá a kenyére, reszelt sajt, kezit csókolom, viszont váltáska, és fantasztikus kis meleg szendvicset kaptok. Na nem sokára itt vagyunk, és mutatjuk nektek. Meghűlt egy kicsit a meleg szendvics krémünk, és természetesen most nem egy egész éjszakára tettük a hűtőbe, hanem pihentettük egy órát, hiszen ezt a videót be szeretném fejezni még ma, de másnap is meg tudtam volna mutatni, teljesen mindegy. Itt ezt az állagot már pontosan be tudom nektek mutatni, hogy nagyjából milyen. Pontosabban másnap egy nagyon picit sűrűbb lesz a termék, nyilvánvaló. És tudjátok, csak úgy tegyetek mindent a hűtőbe lefóliázva, ha már teljesen kihűlt. Ez is nagyon fontos. Meleg termék ne menjen be, ne párolódjon vissza, ne csöpögjön rá a víz, és sorolhatnám. És a hűtőnek se tesz jót egy meleg termék, ha beteszitek. Na, a másik fele, nagyon sokan kérdeztétek, hogy miért lapátolom át a elkészült termékeket, ételeket tiszta edénybe. Hát most is válaszolok, mint sokszor. Én sokkal jobban érzem magam, sokkal higiénikusabb, esztétikailag is nekem sokkal jobban jön be. Tehát itt mindenki tényleg maga tud választani, benne hagyja abba, amiben főzte, nem ajánlom, vagy tegye át tiszta edénybe. Na, gyorsan megmutatjuk az állagot nektek, nem pofázom sokat, de hogy nem mi, mondjátok sokszor. Na nézzétek meg, tehát jó egy órán keresztül hűlt a krém. Ami nagyon fontos, ugye nem úgy fogok lapátolni, hogy innen a kenyér, hiszen visszavinnék vele morzsát a meleg szendvics krémbe, és így
nagyba hozzájárulnék, hogy az idő előtt esetleg megromoljon, ha lenne ideje rá, tehát ha nem fogy el. Ez is nagyon fontos. Idehoztam egy üvegtálat, és egyszer megfogom, nézzétek meg, kilapátolom a krémet belőle, és ami ott marad, az marad. Nyilvánvaló, tehát nem nyúlkálok itt mondjuk kenyeres kanállal vissza, nem viszünk bele morzsát. Na most mutatom nektek az állagot, nézzétek meg. Nagyon szép, krémes, lehet vele dolgozni. Ennél jobban nem ajánlom a higítását a krémnek, hiszen akkor lefolyna a kenyérről. Ugye itt még azt is vegyük figyelembe, most nem akarok nagy előadást tartani, de ugye ez vissza fog menni a 210-220 Celsius fokos sütőbe, és ott ismételten föl fog melegedni, tehát nem szabad tovább húzni a krémet. Egyszerűen megfogom, lapátolok, nézzétek meg, és mint már egy-két videómban mutattam nektek, én sokkal jobban szeretek, nézzétek meg, egyszerűen egy darab kanállal dolgozni, 3-4 mozdulattal már meg is csináltam, nem kell a késsel szenvedni, ez persze megint az én kis rigolyám, vagy éppen technikám, tehát megfogunk egy kenyeret, nézzétek meg, ráteszem a krémet, és 3-4 húzással kezit csókolom, már el is oszlattam rajta, jöhet a reszelt sajt. Na, ezt most mindegyikkel meg fogom tenni, és utána már csak a sajti van hátra. Azt nem mutatom meg nektek a reszelt sajtot, jó? Pár deka sajt mindegyikre, inkább azt mutatjuk majd meg, amikor sül menet közben mondjuk a sütőbe. Azért megmutatjuk nektek, hogy megy be a sütőbe, érezzétek a törődést, nézzétek meg, pár deka sajt, gyönyörű szépen betoljuk, 220 fok, akár alsó-felső sütés, ha gondoljátok légkeverés, ugye ott akkor nagyobb lesz a hő, én alsó-felső szoktam betolni, és gyönyörű szépen aranysárgára sütjük a sajtot. Ugye itt nem írok majd időt, mert teljesen felesleges, itt minden EFA, emberi fogyasztása alkalmas, csak a sajtot kell gyönyörűen rásütnünk. Ígértem, hogy megmutatjuk nektek, és pár percen belül már akár vehetjük is ki. Fantasztikus illatok a konyhába, igazi retro érzés, aki evett ilyet, az egyből föl fogja ismerni. Nagyon finom, kolbászos, sajtos, sült illat. Na, mindjárt mutatjuk, hogy milyen a végeredmény, és én úgy gondolom, aki ezt el fogja készíteni, ha evett már ilyet, ha nem, annak nagyon ízleni fog. Ahogy megszokhattátok tőlünk, szoki szokás szerint, itt megmutatjuk a szuper kis végeredményt, ami én azt mondom nektek, nagyon-nagyon csinos és nagyon finom lett, hiszen én ismerem ezeket az ízeket, nektek is bátran ajánlom, hogy ezt készítsétek el. Aki már ismeri ezt az ízt, az főle készíts el, hiszen vissza fognak jönni a szép emlékek, a jó kis 80-as évek. Arról nem is beszélve, hogy itt magát csak a krémet, itt most a sajtot, a kenyeret ne számoljuk. Tehát ezt a brutális mennyiségű, mert azt mondom nektek annyi, nézzétek meg, tehát itt azt mondja, hogy 8 darab kenyér van megkenve, a krémnek az egy harmada se fogyott el, tehát bőven lehet kenni evel a krémmel. Nem került 1000 forintba összesen ennek az alapanyagoknak az összes ára, tehát a sajtot leszámítva és a kenyeret leszámítva, így ki tudtunk hozni durván 1000 forintból ennyi krémet, ami háztáji, tehát itthon készült, tudjuk mi van benne, és nagyon finom ízeket tudtunk beletenni. Kihelyeztem egy kis ketchupot, nyilván mi avval szeretjük, le fogjuk csöpögtetni egy kicsit, de hát itt jöhet a majonéz és társai, ki mit szeret, nyugodtan, bátran alkalmazza. Egyébként akinek van otthon az a jó kis retro, tudjátok, alumínium, az a dupla szálas kis meleg szendvics sütő, hát abba is egy fenomenális dolog ezt beletenni, ott megsütni, de ha nyilván sima sütőbe, mint én is most tettem, nekem olyan kis sütőm van a telken, de hát most azért nem ugrottam le, tehát itt a belső hagyományos sütőbe is el lehet készíteni. Hát fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Annyit tudok még mondani ezzel kapcsolatban, most így eszembe jutnak a gondolatok, hogy igaz, megkérdezhetitek, hogyha nincs otthon daráló, mondjuk egy kollégista, megkérdezi most tőlem, mert ott állítom, hogy nagyon menne ez a dolog, akkor mit lehet tenni? Hát ugye, hát persze, kollégiumban gondolom minden szobában nincs egy húsdaráló, nyilvánvaló. Annyit tudtok tenni, ami nagyon egyszerű dolog, egyszerűen a lecsó kolbászt beteszitek a mélyhűtőbe. Nem kell két napig benhagyni, addig hagyjátok benn, míg éppen egy kicsit megfagy. Kiveszitek,
és van a nagy lukú reszelő. Pillanatok alatt a kolbászt le lehet reszelni, úgy a hagymát is, és már föl is tudtátok dobni. Ez esetleg egy kis könnyítés, vagy ha gondoljátok, hát a hagyományos összevágás, mert egyébként az se tartana sokáig, ennyi 60 deka kolbászt összevágni, 2 perc az egész, na mindegy, vagy másfél perc, vagy nektek legyen 3 perc, tehát nem egy nagy technológia. Nem dumálok tovább, fogyasszátok el jó egészséggel, örülök, hogy itt voltatok, és mint mondtam, jövünk még sok finom meleg szendvicskrémmel is, szavaztok!